Nagyon régóta aktuális lenne már, hogy a könyvtár helyzete megoldódjon. Erről Liphauser János, az I. és Gyula könyvtár igazgatója beszélt. A szekszárdi székhelyű I. és Gyula könyvtár Magyarország első világháború után épült könyvtár épülete. A régi épületünk, ez 1960-ban készült el. Magyarul egy nagyon-nagyon régi, a könyvtáros szakmában már régóta meghaladott koncepció alapján épült fel az épület. Ez az épület már nagyon kevéssé alkalmas azokra a közösségi feladatokra, azokra a szempontokra, amik alapján a modern könyvtárak működnek. Ez már 1970-ben fölmerült, hogy új épület szülessen. Az elmúlt évtizedek során nagyon sokféle terv elképzelés született, hogy hogyan kerüljünk mi egy új épületbe. Ezt 2016-ban a Modern Városok Program keretében létrejövő tudásközpontnak a terve jelentette a megoldás számunkra, ami elkészült, most már lassan egy éve arra vár, hogy beköltözhessünk. Ez alatt az egy év alatt sok minden történt, ez alatt az egy év alatt sikerült bebútorozni az épületet, megkaptuk azokat a bútorokat, amire lehet átleköltözni, viszont az a fajta közbeszerzés, ami a költöztetést segítő cég kiválasztását célozza, az kicsit elhúzódott. Egészen mostanáig nem volt döntés, de a legutóbbi pénzügyi bizottság meghozta azt a döntést, ami alapján a pályázók közül az első kettő legjobbat nevesítette. Azért ezt a kettőt, mert hogy a közbeszerzési törvény ezt írja elő, hogy legyen első-második helyezett, mind a kettővel már szerződés közeli állapotban van, hogyha az egyik valamiért kiesne, akkor a másik helyére tudjon állni. A tényleges szerződés kötésig meg kell várnunk a kötelező terminusokat. Hogyha nincs semmifajta jogorvoslati kérelem, nincs vita a közbeszerzés lefolytatása kapcsán, akkor ez 10 napon belül meg kell, hogy történjen, hogy legyen szerződésünk. Ha van, akkor nyilván a megfelelő terminusokkal ez tolódik, hogyha iratbetekintést kér valamelyik fél, aki nem győzött, akkor az körülbelül 1 hét. Hogyha a vitarendezést igényelne valaki, akkor az még körülbelül 1 hónap csúszást jelenthet. Hát nagyon reméljük, hogy egyik se történik meg, de hogyha ezek után még valaki perre is vinni a történetet, akkor az még évekig elhúzódható történet lenne. Igazából senkinek nem lenne jó. Azt gondolom, hogy akár ha a 10 napon belül megkötődik a szerződés, akár mondjuk 1 hónap múlva augusztus közepén kötődik meg a szerződés, akkor elindul egy költözési folyamat, ami nagyon nehéz és bonyolult, sok szempontból összetett, hisz a könyvtárnak az állománya az több mint 300 ezer tétel. Ez folyóméterben úgy kell elképzelni, mintha körülbelül 6 kilométer hosszasan egymás mellé raknánk az összes dokumentumot, és akkor ezt kéne megmozgatni. Ez mondjuk tonnában több 10 tonna. Ez egy súlyos fizikai munka, másrészt viszont nagyon komoly szakmai elvárásaink vannak a költöztető céggel szemben. Tudnélik, hogyha valaki ezt a több 10 tonnát átrántja ide, és fölrakja, de nem rendbe teszi, akkor az olyan, mint a tönkretették volna a könyvtárat. Tehát nekünk nyilván az egy nagyon fontos szempont, hogy a könyvtári rendet megtartva, a könyvtár valóságos értékét jelentő könyvtári szabályoknak megfelelő rendben költözünk át. Ez egyszerre nehéz, tehát egyszer egy fizikai munka, és egyszerre egy szellemi tevékenység. Tetejében az meg nagyon megnehezíti ezt az egész folyamatot, hogy több helyről kell költözni, a gyűjtemények jelentős részét össze is kell sorolni. Tehát nagyon sok és bonyolult feladat vár ránk. Én azt remélem, hogy a vállalkozó által kínált 28 munkanap az elég lesz rá. Én azért félek tőle, hogy ez több lesz. Hisz bármikor lehet csúszás, bármikor lehet változás. Mindjárt az első, hogyha belecsúszunk a születi fesztivál idejébe, akkor ott nyilván az alatt a pár nap alatt nem lehet költözni.
Az biztos, hogy nekünk a legfontosabb célunk, hogy mindenfajta partnerünkkel jól tudjunk együtt dolgozni. Felvetődik a kérdés, hogy a költözés folyamata közben hogyan tudják majd megoldani, hogy működjenek a könyvtár szolgáltatásai. Az igazság, hogy minden rosszban van valami jó. A Covid alatt azért megtanultunk úgy működni, hogy az emberek nem jöhettek be a könyvtárba. Az alatt is folyamatosan fönntartottunk egy szolgáltatást. Azt hiszem, hogy ezeknek a gyakorlatát fogjuk tudni most feleveleníteni. A Covid alatt rengeteget vittük házhoz a könyveket, akik nem tudtak eljönni az épületbe, azokhoz mi gépkocsival kivittük. Másrészt megnyitottuk azt, hogy a kapban kölcsönöztünk. Tehát, hogyha most ki tudunk alakítani akár itt, akár a régi épületünkben egy olyan kölcsönző pontot, ahonnét az előzetes kérésekhez alkalmazkodva előkészített módon ott megjelennek a könyvek, akkor tudunk kölcsönözni az embereknek. Ami igazából nagyon fájdalmas, hogy amit nem tudunk biztosítani ebben az időszakban, az, hogy bejöjjenek az emberek, itt helyben tanuljanak. Az épületben mindent megtettek azért, hogy maximálisan kiszolgálják a jövőben a tanulókat, olvasókat, érdeklődőket. Remekül kialakított privát légkörű olvasóhelységekkel, tágas, világos terekkel, kreatív elrendezéssel, és még egy média lejátszó szobával is találkozhatunk, ahol egy több mint 1000 darabos bakeli gyűjteményből válogathatnak majd a zenehallgatás szerelmesei.